Iszonyatosan vert a szívem, és rázott a hideg, és zokogtam. Mindenki minket nézette, hogy zokogunk, és senki nem értette, hogy mi történik. Annyira gyönyörű volt, és annyira fiatal. Török Julianna vagyok, 23 éves, és Réfülöpön lakom. Az egészségügyben dolgozom, dentálhigiénikusként, meg asszisztensként. Emellett pedig egy éve egy ilyen katolikus ifjúsági találkozónak a szervezésében veszek részt. Nem gondoltam volna, hogy ezekről a megtörtént eseményekről én tudok beszélni, vagy szeretnék beszélni, mert mindig néztem ilyen interjúkat, tanúságtételeket, és olyan csodálattal hallgattam őket, és nem gondoltam volna, hogy valaha is tudok bármit mondani valakinek, pedig úgy szeretnék segíteni másokon, hogyha csak egyetlen egy embert megérint, vagy közelebb kerül ezáltal a Jóistenhez, hogyha elmesélem, hogy mi történt, és a többiek meg kinevetnek, akkor már megérte. Annyira nem gyakoroltam a hitemet. Katolikus családban nőttünk fel a tesóimmal, és a szüleink mindig erre neveltek minket. Így a gimis évek alatt ez egy kicsit elkallódott a szüleim nagy bánatára, és ezzel sok keserűséget okoztam nekik. Hát megismerkedtem Dávid atyával tavasszal, és ő hívott engem a Margarita nővérnek a lelki gyakorlatára Sopronba, ami egy olyan meghatározó hét volt az életemben, amit előtte el sem tudtam volna képzelni, hogy nekem lehet egyáltalán ilyen mély hitem és Isten élményem, amit ott megtapasztaltam. Amikor oda mentem Sopronba a lelki gyakorlatra, akkor nem tudtam, hogy hova megyek. És Medjugorjéba sem tudtam, hogy hova megyek. És mind a kettő alkalom az Dávid atyának a hívására volt, és ezt ilyen isteni gondviselésnek érzem. Sopronba a gyónás után olyan úgy jöttem ki a gyónásról, amit még eddig nem éreztem. Mondta az atya, hogy ez egy életgyónás lesz, és én még sosem voltam ilyenen, és annyira felszabadultnak éreztem magamat. És volt egy csomó minden, amit eddig nem tudtam megbocsátani magamnak. És ezt egy hatalmas dolognak tartom, hogy most akkor ott ez sikerült. De éreztem, hogy most valami a kezdetét vette, és hogy ez egy meghatározó pont az életemben. Aztán Medjugorjébe, ugyanígy a szerdai gyónás után visszamentem a tesómhoz, meg a többiekhez, és akkor egy olyan ajándékba volt részünk, amit nem gondolom, hogy még teljesen fel tudtunk dolgozni. Egy olyan dolog történt, ami az egész életünket végig kíséri. Hát ott szerdán a Szent Mise 7 órakor kezdődött, és a mise előtt voltam ugye gyónni, és utána visszamentem a többiekhez, és iszonyatosan sütött a nap, nagyon vakított, és napszemüvegbe voltunk. És elkezdtük nézni a napot, és azt láttuk, hogy így lüktet, mint egy hatalmas szív. És én akkor azt hittem, hogy már annyit néztük a napot, hogy már így halucinálunk, és valahogy így nem jól látunk, és azért látjuk, hogy így körköröződik, és lüktet, mint egy hatalmas szív. És aztán ott mondták a többiek, hogy hát ők is látják, hogy mindegy szív úgy funkcionál a nap, és ott még nagyon sokan nézték ezt. Átváltozott a nap egy ilyen hatalmas ostyává, és onnantól kezdve már a nap nem napként, mint égitestként volt jelen az égen, hanem egy hatalmas ostya volt. Amit utána láttunk, azt úgy gondoljuk, hogy,
hogy csak mi négyen láttuk, mert mindenki minket nézett, ahogy zokogunk, és senki nem értette, hogy mi történik, hiába nézték a napot. Hát jöttek ilyen árnyékok, és a nap, vagyis hát az ostya már akkor megtört három részre, ugyanúgy, ahogy a Szent Misében az Atya bemutatja, és ezekből az árnyékokból, aztán meg ezekből a darabokból összeállt újból ez az ostya, és az árnyékokból megjelent a szűzanyának az arca, ami így megfordult, és olyan volt, mintha ránk mosolyogna. És utána teljes alakjában ott volt benne az ostyában a szűzanya, és végigvonult, annyira gyönyörű volt, és annyira fiatal. Mondani nem mondott semmit sem, viszont amiket láttunk, azok annyira beszédesek voltak, hogy ez így a szavakat is felülírta, én úgy gondolom. Hát Jézus Mária kapcsolatából, a keresztútból jelentek meg képek, és ahogy ezek a képek lementek, utána megint ugyanúgy ott volt a szűzanyának a teljes alakja, egy fénybe öltözött asszonyként, és a végén pedig az ostyában egy ilyen csecsemő alak, egy magzat alak jelent meg, és utána minden eltűnt, minthogyha nem is lett volna ott semmi. Iszonyatosan vert a szívem, és rázott a hideg, és zokogtam, de olyan sírás volt, ami nem egy ilyen normális sírás, és nekem csak az jutott eszembe, ami az arándékfüzetünkre volt írva, amit a szűzanya mondott, hogyha tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok, és úgy gondolom, hogy ez volt az, amit megéreztünk, és ebben az okogásban nyilvánult meg ez. Olyan forróságot éreztem, és olyan erőt, hogy nehéz ezt így megfogalmazni igazából, de hát nagyon különös érzés volt, és nem éreztem még előtte ilyet. Mi tesók, ezt így ketten kaptuk meg, és mi ezt az egész medjugorjei ajándékot, élményt, ezt mi közösen élhettük meg, és úgy gondolom, hogy ez egy külön csoda, hogy a családból mi ketten egyszerre a testvéremmel ebben részesülhettünk. És van egy másik tesónk is, aki nem volt kint Medjugorjéban, és kérdezték már tőlünk többször, hogy és ő ehhez mit szól, hogy mi ezt ketten éltük meg, és hogy nem érzi-e magát kirekesztve. Hát mi ezt elmeséltük neki, és sokat beszélgettünk erről, és nagyon sokat kérdezett, és úgy érezzük, ő is ezt mondta, hogy ő nincs ebből így kirekesztve, és csak azt mondta, hogy nagyon szerencsés, hogy a testvérünk lehet. Csoda. És a jó Istennek a jelenléte az annyira érzékelhető és tapintható, mert amikor megérkeztünk oda, akkor is az egész helynek az atmoszférája az annyira erős, hogy nem igazán tudom sok mindenhez hasonlítani. Pénteken akkor elhatároztam, hogy mezítlám megyek föl a Jelenések hegyére, és úgy gondoltam, hogy én akkora ajándékot kaptam a Jóistentől a szerdai nap folyamán, hogy én nem szeretnék többet kérni, és hogy nekem most az a feladatom, hogy én másokért imádkozzak. És akkor volt vagy 45 fok, nagyon-nagyon meleg volt, és azok a kövek, amin elindultam felfele, annyira forróak voltak, hogy azt éreztem,
hogy a pokol tüzén járok, és szétégett a talpam, de annyira jó érzés volt az, hogy én most akár ezzel úgy gondoltam, hogy ezáltal én most másokért imádkozok, mert miközben mentünk föl, közben imádkoztunk, és hogy én most másoknak a gyógyulásáért szeretnék tenni valamit. És fönt a szűzanyaszobornál olyan megkönnyebbülés volt rajtam, hogy megköszöntem azt, hogy nekem erőt adott ahhoz, hogy én ezeken a forró köveken fel tudtam menni, és hogy most másoknak a bűneit szeretném odavinni neki, akik még nem jutottak el ezzel, hogy elvigyék a bűneiket hozzá. És aztán, amikor leértem, akkor simán felhúztam a cipőmet, az oknimat, és lejöttek a hólyagok a talpamról, ami előtte megégett, és annyira zokogtam, hogy én nem érdemlem meg ezeket, amiket kapok a jó Istentől, mert hogy én annyira gyarlónak és bűnösnek érzem magamat, hogy történhetnek ezek meg velem, és leégett a talpam, de utána simán gyalogoltam. Imádkoztam előtte már sokszor a szűzanyához, de ezt az nagyon erős kapcsolatot, ezt nem éreztem előtte. Úgy gondolom, hogy a jó Isten általa is nagyon sok mindent üzen nekünk, csak mi fel sem ismerjük szerintem őket. És olyan szeretetet kapunk tőle, amit senki más nem tud nekünk megadni, mint az égi édesanyánk, és nyilván a földi édesanyánkkal is nagyon nagy szeretetben élünk, de ez egy teljesen más vonzalmú szeretet. Szokták azt mondani, hogy lehet a jó Isten nélkül élni, csak hogy nem érdemes, és rájöttem, hogy nem lehet élni nélküle. Lehet próbálkozni, de olyan boldog életet nem lehet élni úgy, hogyha nem vele élünk. A buszon nagyon sok olyan fiatal volt, akik mondták magukról, hogy ők ateisták. Egyetlen egy olyan ember nem volt a buszon, aki ne érezte volna meg a jó Istennek a jelenlétét, és bármilyenek is vagyunk, mindig kapunk a jó Istentől. Megmondom őszintén, még nem tudom a legjobb módját annak, hogy mi lenne az, amivel meg tudok fogni embereket, hogy el kell menni Medjugorjéba, mert aki oda egyszer eljut, biztos, hogy nem marad a jó Isten gondoskodása nélkül.